Jó estét kívánok, ez a média. A műsor mai vendége Gundel Takács Gábor, televíziós műsorvezető és riporter, azért ezt még hozzáteszem, vagy sportkommentátor. Hát ilyesmik. Ilyesmik, azért hozzáteszem. És rögtön azzal kezdeném, amit én tegnap este láttam, ez a felvétel ugyan később megy majd adásba, de tegnap este a Viaszaton, mint Gundel unoka, meghívtak a zsűribe, hogy teszteld le, hogy a versenyzők az Idesüst című műsorban, akik majd ilyen amatőr cukrászok, illetve akik amatőr cukrászok, azok hogy csinálják a Gundel palacsintát újra gondolva. Na most arra volnék kíváncsi, hogy szerinted így kell palacsintát csinálni újra gondolva, hogy egyáltalán ne hasonlítson a palacsintára? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye ott is szó volt róla, hogy mitől lesz valami újra gondolva, és hol van az, hogy már nem az. És ez egy ilyen érdekes szakmai kérdés, erre ott azt mondták a szakértők, hogy igazából, ha becsukom a szemem, akkor ugyanazt az ízt kell érezni. Viszont ha kinyitom, akkor meg valami mást látok, vagy nem tudom. Na de ez azért is érdekes, ez egy hajállal fogva előrángatott indoklás. Hát most ugye ezt nehéz megfogni. Én egyébként, bár azért ez nagyon agyon volt vágva ez a műsor, ott azért elég sokat beszélgetünk ilyesmiről. Ott volt ugye 5 ilyen újra gondolt gundelpalacsinta, én 2-re azt mondtam, hogy erre hajlandó vagyok azt mondani, hogy ez egy újra gondolt gundelpalacsinta. 3-ra azt mondtam, hogy ezek nagyon finomak, de valami más nevet tessék nekik adni, mert ez már annyira távol. Na jó, hát ott kezdődött az egyik valami linzertésztából csinálta. Igen, hát most, az nem volt jó ötlet, igen. De ez teljesen más. A másik ilyen gömböket csinált, igen. A harmadik, tehát hogy palacsintát senki se csinált. Volt egy fiú, a Robi nevű fiú, ő csinált palacsintát tésztából ilyen kis kosárkákat, virágszirmokat, azt megköltötte ebben a diós töltelékkel, és leöntött egy csokoládé öntettel. Az másképp nézett ki, mint hagyományos értelemben, mint egy palacsinta, és ilyen kis arany mártásba mártotta be egyébként a végét, tehát nagyon szép volt. És finom is volt. De és az tilos lett volna palacsinta formájú újra gondolás? Nem. Mert hát azt mondom, palacsinta az palacsinta, szóval a krumplileves palacsinta... legyen krumplileves, mondta Kádár János. És igen. Jó, hát igazából szerintem ez csak játék a gasztronómiával. Volt, ahogy ott, tehát mint egy ilyen igazi hivatásos szakértő, tehát aki csak a igazán ért a Gundel dologhoz, akkor te ott mondtad, hogy hát ez a dió, ez valami. Figyelj, én nem tudok főzni, meg nem is főzök, mert nem érdekel, hogy főzzek. De én nagyon szeretek étterembe járni, nagyon szeretem a gasztronómiát, szerintem valamilyen szinten értek is hozzá. Nagyon szeretek kipróbálni új éttermeket, ha külföldre megyek, csak a helyit eszem. És a Gundel palacsintát is tudom, hogy és tudom, hogy valaminek milyennek kéne lennie. Igen. Tehát azért egy gundelpalacsintáról meg tudom állapítani. Tehát azért vannak alapvetések, ami legyen. Tehát amikor igen, valaki csinál... De akkor is meg tudnád volna állapítani, ha nem hívnának Gundelnek. Hát nem lenne ne, jó, de hát ez nyilván geg volt. Igen. De azért, tehát azért amikor valaki egy olyan gundelpalacsintával jött, amiben a környéken nem volt dió, akkor úgy éreztem, hogy ez mégse jó. Arról már nem is beszélve, amit aztán elolvastam, hogy megmondtad, hogy a rum a lényege a dolognak, hát vagy az egyik igen, lényeg, igen. Ezért nem szabad meggyújtani. Szegény anyám igen. Mondta azt, a hülye idegenek kedvéért gyújtják ez meg így van. Az étterembe. Ez úgy szokott lenni az étlapokon, hogy klasszikus gundelpalacsinta, azt nem gyújtják meg, és hát nem írják oda, hogy a turista a gundelpalacsinta, azt amit viszont meggyújtanak. Na ez volt az egyik érdekesség. Fontos dolog. Egy fontos dolog. Akkor jön egy másik fontos dolog. Óriási vihart kavart a Szemlélek blogon megjelent értékelésed a választásokról. Ami miatt tiltakozott is a blognak, a nem tudom én milyen, vagy hogyan, hogy itt átvették egyes portálok, és alcímet írtak be, vagy nem írtak be. Meg az egész, akkor jöttek ilyen kommentek, hogy tulajdonképpen te most milyen alapon mondod. Én mindjárt az elején le akarok valamit szögezni. Nekem állatira tetszett, amit írtál. Szóval ez már maga a bevezetője, hogy sportkommentátor az, aki a meccs előtt elmagyarázza, mi fog történni, meccs után meg elmagyarázza, hogy miért nem az történt, pont olyan, mint a politológus. Igen, erről a Végantal gyógyíthatatlan jutott az eszembe, aki azt mondja, nem az a jó edző, aki utána a meccs után elmondja, hogy mit kellett volna csinálni, amikor már a meccs előtt elmondja. Igen. De ez hogy jutott eszedbe, hogy ilyen szellemesen,
ilyen sport környezetbe helyezve, egy az egybe értékeld ezt a dolgot? Én rendszeresen szoktam publikálni ezen a szemléleken. Tehát ez nem egy egyszerű dolog volt, mondom azoknak, akik még nem olvastak semmit. És én igazából nem is nagyon akartam írni a választásokról semmit. Mert csak valahogy politikai ügyekben nem nagyon nyilvánulsz igen. Szerintem tehát abban a televíziós műfajban, amit én csak nem is szerencsés, az ember politikailag elköteleződik, és itt sem köteleződtem el, tehát az a tapasztalatom, hogy az emberek, nagyon sok ember, amikor olvas egy-egy ilyen írást, akkor beleolvassa a saját érzelmeit, amik egyébként nincsenek benne, csak ő beleolvas bizonyos dolgokat. De ezért is igyekeztem nagyon objektív lenni, és én azt gondolom, hogy objektív is voltam. Ez egy meccs elemzés volt tulajdonképpen. Igen. Igazából valahogy járt az agyam, és az jutott eszembe, hogy ez annyira hajaz a magyar futballnak a mindenféle problémájára. Fogadkozunk, hogy így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz, aztán nem lesz az egészből semmi. Igazság szerint, most független attól, hogy én kire szavaztam, vagy kire nem, azt gondolom, hogy csalódást keltő volt általában az ellenzék szereplése. Tehát azt gondolom, igen, hogy ők, mint politikusok, alacsony színvonalon végezték a dolgukat. Itt most mindjárt egy idézetet hozok. A politikai ellenzékben ezen a választáson nem játszott egyetlen klasszis játékos sem. Voltak igyekvők, de ennyi. Az egykori nagy csapat kénytelen volt csapatkapitányt igazolni, aki végül megszeppent az öltözőben. Karácsony most, Gergelyről írsz. Jó, hát nézd, aki egy picit tudja, az mindenki érte. Igen, most de egyébként dobározás volt, hogy mennyire át lehetett fordítani az egészet a futball, meg a sport nyelvére. Ami egyébként szerintem nem véletlen, mert hát nyilván nem neked kell magyarázzam, de a sport az az életnek az eszenciája. Minden benne van. És mint látható, egy politikai téma tökéletesen leírható volt a futball nyelvével. Én csak azt akartam mondani, hogy az én véleményem, hogy ők a maguk dolgát alacsony színvonalon csinálták. Ez nem függ össze azzal, hogy én kire szavaztam, vagy kire nem. Mint hogy nincs is benne a cikkben, hogy én kire szavaztam, és kire nem. És nem is akarok erről beszélni. Csak azt gondolom, hogy emberek a saját dolgokat alacsony színvonalon csinálták. Ha az én asztalosom ilyen munkát végez, akkor nem biztos, hogy kifizetem. És ennyi. De ez nem politikai állásfoglalás. Igen, na most azok, akik mondjuk az ellenzéknek feltétlen hívei és képtelenek elfogadni azt, hogy ott is, ezen az oldalon is lehet hibázni, azok mondjuk arra rágtak be, amikor mondjuk azt írott, hogy a győztesnél van egy olyan szövetségi kapitány, aki tökéletes taktikát dolgozott ki, olyat, ami lenyűgözi a szurkolókat, pontosan érti, mit akar az ellenfél, ismeri a gyenge pontokat, nem lelkizik, a cél szentesíti az eszközt, uralja az öltözőt, minden pontra megszerzi a legalkalmasabbat, és nem veszik észre, itt viszont van egy fricska, de hát végül is mára nagyon gazdag lett a csapata. Tehát most, ha és a szövetség, feltétlen... és az is benne van, hogy, és mára azt is elérte, hogy a szövetségben ő határozza meg igen, a szabályokat. Igen, tehát, hogy ha most valaki azt mondja, na hát ez ittem benyalt az Orbánnak, akkor itt van, mára nagyon gazdag lett a csapata, ez egy kis finom fricska. Az is benne van, ugye ezen a pályán meg különösen, de a sportban is, de ezen a pályán különösen csak a győzelem számít. És lehet szeretni, vagy nem szeretni, egy biztos, hogy ez az oldal, ez a szövetségkapitány olyan színvonalon végezte a munkáját, hogy ha ránézünk az eredményjelző táblára, akkor azt az eredményt látjuk, amit látunk. Nem lehet vitatkozni rajta. Igen. Ez nem azt jelenti, hogy szeretem, vagy nem szeretem, hanem ez arról szól, hogy ő magas színvonalon csinálta a dolgát. Persze lehet azt mondani, mint hogy engem is sokan támadnak, hogy na de hát lejtett a pálya. Lejtett a pálya. És miért lejtett a pálya? Ugye? És akkor lehet ezen az egészen tovább gondolkozni. De én nem állít, tehát ez sem állásfoglalás, hogy bezzeg. Nem, ez egy olyan szellemes tényleírás, meg... Én is azt gondolom, hogy tényleírás. Tehát nekem ez a fontos, amit mondasz. Igen. Meg ugyanaz, hogy a legtöbbnél azonnal lemondott az edzős volt az egész szakmai stáb. Itt is tökéletesen visszed erre. Tehát én nekem nagyon tetszett. És ez a viták... Nyilván sokan azért vitatkoznak, mert ez fáj. És valóban igen, fáj. Igen, igen. Igazából az lenne a jó helyzet, ha egy országban nem azon az alapon dőlnének el a dolgok, hogy az egyik ilyen színvonalon végzi a munkáját, a másik olyan színvonalon, hanem legyen erős az ellenzék is, meg a kormány oldal is, és akkor nézzük meg, hogy melyikből akarunk választani. Csak ugye ez a fajta választás, hogy kire ne, vagy melyik a kisebbik rossz. Igen, vagy jó, mi, hát ez már régóta Magyarországon már rég rossz. Protest szavazás. Hát így van. Igen, és sosem. Igen.
Na most én ezután szeretnék visszamenni a kezdetekhez, mégpedig ahhoz, hogy te mikor határoztad el azt, hogy te sportújságíró vagy sportriporter akarsz lenni, és azért mindent megteszel. Én nem határoztam ezt el igazán. Az élet határozta el helyettem, és aztán egy idő után fölfogtam, hogy nekem ezen az úton kell menni. Csak nagyon röviden. Én színházzal akartam foglalkozni, színész akartam lenni, és ennek érdekében elég sok mindent megcsináltam. Amatőr színházoztam, felvételiztem a főiskolára, stb. De közben én dolgoztam a televíziós sportosztályán. Mint ügyelő? Mint ügyelő 83-tól igen. Kezdve. Igen. Hát akkor találkoztunk először, igen. Amikor látom, igen. Ott vagy a hát stúdióban. Igen. De közben jól éreztem magam, meg én mindig szerettem a sportot, nekem igazából nem jutott eszembe, hogy nekem ezzel kéne foglalkozni. És aztán 88-ban, 6 évvel az érettségi után, alakult úgy, hogy realizálnom kellett, hogy nekem ezt el kell engedni, ezt a színház dolgot. Mert hogyha ennyi ideig nem sikerül valami, akkor az nem szerencse kérdés, hanem valami hiányzik, és ebben kompetens emberek engem meg is erősítettek. De akkor a főiskolára nem is... Nem vettek föl. Életem 5 legmegalázóbb élményéből az egyik a hadsereg, a másik 4 pedig a 4 főiskolai felvételé volt a színművészetire. Nem vettek föl természetesen. És mindig hanyadik rostnál? Első, kétszer, másodikom. Tehát még csak azt sem mondhatom, hogy a nagyon billeget. De éretlen voltam, tehát én azt mondom, hogy én nem odavaló voltam, és aztán az élet, amikor ezt a dolgot én elengedtem, akkor közben a televíziónál, ugye 88-at írunk, tehát pontosan tudod, Radnai János elment nyugdíjba, Vitrai lett a főnök, és avval párhuzamosan kezdődött, az, hogy minden nap lett telesport, a csütörtök vasárnap helyett minden nap volt, hétfőn volt egy 90 perces műsor, stb. Jelentősen megnőtt a műsoridő, és hirdettek egy ilyen pályázatot fiataloknak. Nem olyan volt, mint a Riporter Kerestetik, amiben te is, igen. Amiben tehát nem, ez nem televíziós műsor volt, csak egy ilyen pályázat. És hát én ott voltam, kipróbáltam, elindultam. És gyakorlatilag így indult el a pályafutásom, és egyszer csak azt tettem észre, hogy én ebben talán nem is vagyok olyan ügyetlen, egyre jobb feladatokat kapok, ugyanakkor nagyon szépen irányították az én fejlődésemet. Tehát a Szamár Létrát alaposan végigjáratták velem, és én ezért nagyon hálás vagyok. Kifogta a kezed? Ez egy olyan hely volt, voltak olyanok, akik maguktól is sokat segítettek, például Kovácsi László, aki szegény már nem él, egy nagyon jó szerkesztő volt, egy gondolkodó ember volt, de gyakorlatilag az egész osztály olyan volt, hogy bárkihez oda mehettem. Sokan voltak olyanok, hogy mit tudom, egy Knézi Jenő vagy egy Gyula István nem jött oda, hogy te figyelj, láttam tegnap, és akkor az volt. De én oda mehettem hozzájuk, és akkor mondták azt, hogy ez jó volt, ez nem volt jó, ez stb. És akkor voltak ilyenek. Én például a Palik Lacit lehet szeretni, nem szeretni, én sok segítséget kaptam tőle, sok lehetőséget kaptam tőle. Tehát ő sok támogatást adott nekem. De egyáltalán az egy ilyen nagyon jó műhely volt, tudod? És ráadásul a sporttelevíziózásban egy csomó mindent meg lehetett tanulni. Közvetíteni, műsort vezetni, szerkeszteni, riportot csinálni, és az egészet élőben vagy élőszerűen. Tehát én a mai napig is azokból az alapokból élek, amiket annak idején a sportosztályon nekem megtanítottak. És volt egyfajta olyan szimpátia is talán irántad, hogy hát itt van már a Gundi, már mióta itt, ugye itt a stúdióban, stb. Tehát, hogy nem vadidegenként kezeltek. Na hát igen. Mondjuk volt ennyi előnye is, ugyanakkor meg két nehézség volt. Az egyik, amikor elkezdtem használni a Gundel nevet, mert volt egy Takács Gábor nevű gyártásvezető, akit szerintem igen, te is lehetél, nem igen. Jön szegény. És ő megkért, hogy hát valamit változtassak már nevemen, mert ez így nem lesz jó. Akkor kezdtem el édesanyám okán, akit Gundel Mártának hívnak, használni, aki Gundel Károlya, az én dédapám. Igen. Akkor kezdtem a Gundelt használni, az egyik ezért, miért pont Gundel, miért nem Zserbó, vagy nem tudom, valami más. És akkor azt, hát mert olyan furcsa, hogy Gundel, miért pont Gundel, hát ennyi idővel lehetett volna, Vörösmarty, Mihály is, nem tudom. De hát mindegy, aztán ez kiderült, ez helyre került. A másik pedig, hogy ugye engem ott ismertek, persze, de én a kis ügyelő voltam, igen. Aki hirtelen kezdett átalakulni, és ez nem egyik napról a másikra volt, hogy máig ügyelő voltam, mostantól kezdve ügyeske riporter vagyok, hanem még ügyelősködtem, mert abból még kellett keresnem egy kis pénzt, viszont már elkezdtem riportokat csinálgatni, meg segédszerkesztőként bedolgozgatni, stb. És időnként volt ilyen, hogy most akkor te mi vagy ebbe a műsorba, meg miért kell ez neked, meg mit tudom én. Tehát valahogy egy kicsit át kellett rágjam ezen magamat, de aztán azt gondolom, hogy voltak olyan idézőjelben sikereim, hogy megdicsértek, értekezleten jókat csináltam, stb. És akkor elfogadtak, hogy na ez nem teljesen szerencsétlen. És akkor ez... Féltékenység volt valakiben, hogy hát ez itt az előbb még ügyelő volt, most meg már
Hát, ha volt is, ebből nem volt konfrontáció. Tehát én nem tudom, hogy ez valakit zavart-e vagy nem. Ráadásul akkor, amikor mi oda kerültünk, nem én voltam az egyetlen, akkor ez azért is volt, mert jelentős mértékben megnőtt a műsoridő, és emiatt nagyon sok munka volt. És emiatt ez egy nagyon jó hely volt éveken keresztül, mert mindenki jól érezhette magát, mert mindenki megkereste a maga pénzét, és mindenki ki tudta élni a saját kreativitását, szakmai vágyait. Tehát igazából nem nagyon volt konfliktus, hogy most miért ő megy, miért nem én megyek, stb., mert rengeteg műsorperc volt, és lehetett dolgozni. De azért a foci volt az, ami... A te specialistásod hát volt? Hát az sokkal később lett, mert nekem ugye először nem lehetett labdasportokhoz jutni, mert ez a Jenőjé hát volt, Tamásé volt, a Gulyás Lacié volt, tehát az öregebbeké volt, és ők elvitték a labdasportokat. Én kézilabdáztam, de nem jutottam hozzá a kézilabdához se. És a foci az igazából... De a vízisportokhoz se jutott, utána azt is elvitt a Jenő vagy a Tamás. Igen, bár például voltam vízilabda világbajnokságon, mert úgy volt, hogy a Jenő és a Tamás mennek, a Jenő csinálja a pólót, és a Tamás csinálja az úszást. Valami a Vitrai Tamásnak akkor volt valami gerinc problémája, és emiatt lemondta, és akkor a Jenő azt mondta, hogy akkor ő megcsinálja az úszást, engem meg kiküldtek a vízilabdára. Szóval azért voltak ilyen jó élményeim, csak nem volt állandó sportágam. És végülis ez vezetett oda, hogy nem volt állandó sportágam, hogy 95 végén akkor úgy döntöttem, hogy inkább én tovább megyek az eurósporthoz, és igazából én akkor jutottam futballhoz. Tehát például a 94-es foci VB-re nem engem vittek, hanem a Hajdú Pisti Faragó Ricsi ment a fiatalabbak közül. Nem azt mondom, hogy érdemtelenül, de én akkor még nem nagyon fértem hozzá a futballhoz. Rengeteg ilyen 3 perces összefoglalót csináltam a Gól című. Akkori Gól című műsorba, tehát egyébként az egy nagyon jó iskola volt, mert ugye végig közvetítettünk egy egész meccset, és akkor abból kellett egy 3 percet vágni. Tehát ez egy jó iskola volt, de a foci eurósport, és aztán amikor visszakerültem az MTV-hez, akkor, illetve 98-ban én kijutottam a foci VB-re, az volt az első ilyen nagyobb. Mert azt akartam mondani, hogy 98-ban kijutottál, aztán 2010-ben, meg 2014-ben, és akkor voltak EB-k 2008-12-16. Uh-huh. Igen, mert 2007 elején mentem vissza az MTV-be, és akkor utána jutottam el EB-re, VB-re újra. És az Eurosportnál mindenevő voltál? Hát az Eurosportnál eleinte mindenevők voltunk, mert nagyon kevesen voltunk. Ugye a Dávid Lapajjal, a Vitár Robival, aztán nem sokkal később jött a Fülöp Laci, aztán Szabó Gábor, a Kis Jenő egy idő után, de eleinte öten voltunk a Palik Lacival, meg a Héder Barnával. De azért ott fölépült tulajdonképpen egy konkurens sport kommentátori stáb, ami szinte egyenértékű volt azzal, aki ott maradt az MTV-ben. Hát ezeket a neveket, ha mondod. Hát igen, én nem minősíteném, hogy most melyik milyen értékű, ezt majd minősítik a nézők, de az biztos, hogy hát rengeteg mindent közvetítettünk. Tehát tényleg, ami volt, azt közvetítettük, és ez nekem akkor egy olyan időszak volt, ami rengeteg tapasztalatot hozott. És aztán visszamentél az MTV-be, akkor megcsináltad ezeket a foci VB-ket, most meg nincs semmilyen sport az élet. Hát nem sok. Amit közvetíthetsz. Igen, közvetítés most azóta nincs. Most nem. Nincs. Nem hiányzik? Egy picit hiányzik nyilván. Majd meglátjuk, hogy alakul. Tudod, én ilyen fatalistával... Hát utoljára Franciaország, vagy a portugáliai... A franciaországi EB-n. Franciaországi EB-n közvetítettél. Igen. Hát annak most lassan 2 éve. Igen. Hát persze, valamilyen szinten hiányzik az embernek, de én mindig is... Mindig is, nem mindig is, de fatalistává tett az élet, mert az én életemben mindig az működött, amit valahogy hozott az élet. Amit én írtóra kitaláltam, beadtam, szinopszis, fölépítettem, terv. Soha nem kellett senkinek. Soha semmi. Vagy nem is kellett senkinek, vagy ha lett belőle valami, akkor kudarc lett a vége. És minden, ami az én életemben mondj sikeres egy ilyet, volt. Ami kudarc lett. Hát a szinopszisaimból soha nem lett műsor, de például amikor belevágtunk egyszer egy kis éttermet csinálni, az másfél év után fejreállt. Ahhoz nem értsz. Hát nem, meg eleve belevágtam, hát igen, de belevágtam belevágtunk egy üzleti konstrukcióba, amiről nagyon hamar kiderült, hogy az úgy nem működik, külső okok miatt, és aztán az egész dolog egy ilyen, tehát félre sikerült. Arra volt jó, hogy egyrészt azt a vágyat kiéltem magamból, hogy én már nem vágyom rá.
hogy ezzel egyszer foglalkozzam. Igen. Másrészt meg megtaláltam a helyemet a vendéglátásban. Én rájöttem, hogy én vendég szeretek lenni. A jó vendég fontos a vendéglátásban. Persze, igen. Főképp, ha nem vág fel, ahogy a pincérek mondják. Hát igen. Viszont, ha nincs is sport a tévés életedben, volt helyette egy csomó minden más. És akkor most csak idehozom a játék határok nélkül, vagy a társulat. Tehát, hogy voltak olyan műsorok, amik teljesen mások voltak. Volt, ami az MTV-ben volt, és volt aztán, ami kereskedelmi tévében volt. Neked ezekből a műsorokból, amik nem sporthoz kötődnek, neked melyik volt a kedvenc? Hát, hál' Istennek vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy mondhatom azt, hogy nem tudnék nagyon kedvencet választani, mert persze voltak olyan műsorok, amik kevésbé voltak sikeresek, de azért ha csak azt mondom, hogy játékhatárok nélkül az Áll az alkut, a Maradj talpont, talán az Eurovíziós dalfesztiválokat, vagy például a Társulatot, ami nagyon jó. Azért hoztam én ezeket föl példának, akkor ezek nekem mind meghatározók az életemben. Igen. De azért mégis valahogy, én azt gondolom, most akkor nézőként mondom, én sokkal jobban élveztem a Maradj talpont, mint az Áll az alkut. Hát persze, sokan vannak, akik inkább ezeket a tudásalapú műsorokat preferálják. Részben érdekesebb nekik, a saját tudásukat is tudják tesztelni. Igen. Az Áll az alkú az látszólag pénzről meg táskákról szól, valójában arról szól, hogy emberek egy bizonyos helyzetben hogyan hoznak döntéseket, hogyan viselkednek, hogyan élik meg a saját életüket. Mondjuk a piramis is egy bizonyos helyzetben hogyan hozol döntést, hogy igen. Elfogadod-e az ajánlatot, vagy nem fogadod el, mint az Áll az alkuba. Igen, de ugye hogy valaki bejön játszani, és akkor egyszerűen azt mondják, hogy te figyelj, most tulajdonképpen mondhatod azt, hogy 3 millió forint, és akkor elviszem. De azért ott van az, hogy hát oké, de lehetne kétszer annyi is. Jó, de ha megkockáztatod, hogy kétszer annyi, akkor lehet, hogy csak fele annyi lesz. És amikor ez kézzelfoghatóvá válik az ember életében, én erre szoktam azt mondani, hogy minden egyes adásnak van egy pontja, amikor a játékból hirtelen élet lesz. Amikor lefordítja magának a játékos, hogy húha, hát ez most nagyon sok pénz, ebből most ez vagy azt. Igen, de milyen érdekes például, hogy itt volt ez a, azt hiszem, két napja ment adásba, ez a vietnámi kislány. Igen, a Háci. Háci. És hogy ő megérezte, hogy nála van a 25 millió, de mégse merte megkockáztatni. Mert ugye azért ott van a kis ördög, hogy megérzi. Oké, de milyen alapon? Tehát azért érdekes egyébként az Áll az alkú, mert semmilyen racionalitása nincsen, hogy hol mi van. Próbálkoznak statisztikákkal, meg nem tudom, mindenfélevel. Nincs. És valahogy mégis, valami mégis működik. Látod, vannak megérzései. Mert nem, hát te biztos benne vagy a szerkesztésben is. Vagy legalábbis tudod, hogy szerkesztik. Hogy ott ilyen random, mint a kockát eldobják, és úgy teszik bele a különböző összeget a táskába, hogy van ott egy ilyen ECSG-ber, valaki azt mondja, hát akkor most tegnap előtt a 3-asban volt a 25, akkor most oda nem teszünk, vagy épp azért teszünk oda, mert hogy tegnap előtt... Én erről annyit tudok, hogy egy közjegyző elhelyezi a táskákban az összegeket. Hogy csinálja? Ja, a közjegyző. Tehát nem is a műsor szerkesztő. Nem. Aha. Egy közjegyző. És te nem is tudod, hogy melyikben mi van? Én nem, nekem nem jó, ha tudom. Én azt gondoltam, hogy nem jó, ha tudod, mert akkor másképp. Akkor nem tudok segíteni, nem tudok együtt játszani, így van. Akkor rohatatlan elvisz, hogy akarok segíteni, nem akarok szimpatikus. És az igazgató se tudja? Nem tudja. De igazából nincs is jelentősége, hogy tudja-e vagy sem. Mert nem az a cél, hogy ne nyerjenek a játékosok, az a cél, hogy játszanak. És az az ajánlat, amit az igazgató úr ad, az egyébként annak van egy matematikai valószínűsége. Tehát hol van az a tólig összeg, amíg se nem túl könnyű a döntés, tehát se nem túl könnyű elfogadni, se nem túl könnyű elutasítani, nyilván ez a játék vége felé igaz. Illetve hát nyilván, mint televíziósnak nekünk az a jó, hogyha ha dilemma van. Az az érdekes, persze. Nem? Egy olyan ajánlatot kell adni, mi televíziós műsort csinálunk. Ami elgondolkozott. Igen, tehát sokan azt hiszik, hogy mi pénzt osztogatunk, vagy pénzt akarunk elvenni. Nem. Mi egy televíziós műsort csinálunk. Higgye el mindenki, hogy akik televíziós műsort csinálnak, azok pontosan tudják, kiszámítható, hogy egy ilyen televíziós műsorban, X műsorra vetítve, matematikai valószínűsége alapon, mekkora lesz a nyeremény, az össznyeremény. És ezzel kalkulálnak a költségvetésben. És ez nem probléma, ha ez
kimegy, ez része a televíziós műsornak. A költség része a nyeremény, nem csak az operatőr. Tehát nem az a dolog, hogy ne nyerjenek, vagy az, hogy sokan azt hiszik, hogy miért nem hívunk rászorulókat. Hát egyrészt vannak rászorulók, másrészt meg hát nem így indul egy televíziós műsor. Tehát nem ez a cél. Az a cél, hogy helyzet legyen. Hogy izgalom legyen, hogy nehéz legyen dönteni, és a néző otthon viszonyíthassa magát. Igen. Én elfogadtam volna, én nem fogadtam volna. Egyébként ez az a műsor, amit végig kell nézni, mert különben nincs értelme, mert a felinél abba hagyod, akkor nem tudod meg soha, hogy mi történt. Igen. Ugyanolyan, mint a piramisnál. Mondok neked egy nevet. Góliás Róbert. Hát labdarúgásban járunk, ugye? De nagyon, nem tudom, hogy ismertem-e személyesen egyébként. És de tudod, hogy ki volt? Hát nem akarok butaságot mondani. Nyugodtan ez kapitulálhatsz. Maradjunk ennyibe. Igen, az MLS, ha jól emlékszem, az MLS-ben dolgozott, de nem emlékszem pontosan. BLS-ben dolgozott? BLS-ben, hú, igen. Te már nem dolgozol a BLS-ben? De én dolgozom a BLS-ben, de szerintem... Milyen pozícióban vagy a BLS-ben? Én társadalmi elnök vagyok. És társadalmi elnök volt korábban? Vagy főtitkár. Most nem tudom, de ő volt a Budapesti Labdarúgó Szövetségnek az egyik fő ember. Ez most csak azért... És ez mikor volt? Hú. Igen, hú. Igen. Ja, tehát én akkor még kis ez olyan, fiatal. Ez olyan, amikor még az ATV-ben a híradónál mondtam egy Szurok Andrés nevű kollégámnak valamit, hogy te, ez az egyenlegben úgy volt, hogy... És akkor azt mondta, Andriskám, én az egyenleg idején óvodás voltam, úgyhogy lehet, igen, hogy igen, te is... Én igen. Se tudom, mikor volt a Góliás, valamikor a 60-as években szerintem. Tehát ez a tisztséged azért még a sporthoz köt, hogy itt te társadalmi... Hát ez abszolút társadalmi szerepvállalás. Plusz van még, a szóvivőség még a bombban van. Hát van, de igazából, hogy mondjam, tehát a... A bomb szünetel. Nem szünetel a bomb, mert egyébként a bombnak van egy alapítvány. Budapesti Olimpiai Mozgalom, csak hogyha a nézők esetleg nem. Igen, hogy tehát ennek van egy olyan tevékenysége is, hogy támogatja a sportolóknak az egyetemi főiskolai tanulmányát, néhányaknál a középiskolai tanulmányát. A bomb? Igen. Igen. Tehát lehet pályázni, és annyira ki van találva, hogy nem a sportoló kapja meg a pénzt, hanem a tanintézménynek fizetik ki azt a tanulmányi díjat. Tehát a történet arról szól, hogy tudjanak sportolni, tanulni a sportolás mellett, mert előbb-utóbb a sport életkor az befejeződik, és valamit kell csinálni, és támogat. Ez működik ugye évről évre, most már 5. éve. A Budapest olimpiáért pedig hát nyilván ugye az egy helyzet, hogy mikor miről van értelme beszélni. Tavaly, amikor volt ugye ez a népszavazási herce-hurce, akkor nyilvánvalóan többször kellett megszólalni, és akkor én funkcionáltam szóvivőként, azóta nyilvánvalóan... Nagyon szomorú voltál, hogy ez... Én nagyon szomorú voltam, mert azt gondolom, hogy... Minden abban a csapatban tartozol, akik, ha már egyszer voltak olimpián, és megízlelték, hogy ez milyen, akkor... Bennünk van, én is voltam olimpián, hogy milyen jó lenne egyszer itt is egy ilyen. Igen, de azért a lelked mélyén nem érezted azt, hogy ez tulajdonképpen irreális. Most még. Ha a Nemzetközi Olimpiai Bizottság igazán komolyan vette volna saját magát, és ezt az Agenda 2020-at úgy csinálta volna meg, ahogy kitalálták, és nem mentek volna el mégiscsak a végén a nagyhatalmak felé, úgymond, igen, hanem mondjuk segítséget is adtak volna, akkor ezt meg lehetett volna csinálni. Mert ez a budapesti olimpia, ez Budapest, Debrecen, Szeged, Veszprém, ja, hát Balaton, ez... Győr, stb. Tehát ez egy országos olimpia lett volna. Azzal egyetértek, hogy olimpiát, de nem minden áron. Én is ebben az országban élek, és szeretném, ha gyerekeim is ebben az országban élnének, meg majd az unokáim is egy nap. Nyilvánvalóan nem akarom tönkretenni én sem ezt az országot. Tehát én sem, meg mi sem azt mondjuk, hogy olimpiát minden áron, hanem azt mondjuk, hogy lehetne értelmesen, transzparens módon olimpiát csinálni. De ez most elbukott. Elsősorban politikai okokból. De ettől függetlenül azt mondom, hogy az egy óriási dolog lenne. De most egyébként gondoljunk bele, hogy egy ilyen pici ország, mint a miénk, milyen kitörési lehetőségei vannak. Mert persze elülhetünk a langyos vízbe, hogy jaj, mi kicsik vagyunk, tessék szépen megsimogatni a buksi fejünket, és akkor jaj, de jó nekünk. Hát ebben az úszó vévével kitörtünk. Hát megmutattuk, hogy azért tudunk mi egy ilyet csinálni. És azért az hozzátartozik, hogy
Egy olimpián egy verseny, egy sport, tehát az úszás az mondjuk fele akkora, mint volt a világbajnokságon. Igen, igen. Kevesebb igen. szám, kevesebb hát versenyző, stb. Igen, így van. Tehát azért meg tudunk csinálni bizonyos dolgokat, természetesen lehet, és kell arról beszélni, hogy mi mennyibe kerül. De ettől függetlenül azt mondom, hogy azért is, amit te mondtál, mert aki volt olimpián, az tudja, hogy ez nem sportesemények láncolata, az ami sokkal több. Igen. Igen. És az jó volna, ha itt tudna lenni. Vajon hány gyerek van, aki a vizes VB-n azt mondta, hogy ő sportolni akar? Vagy hány olyan gyerek van, aki majd a gyerekét viszi el sportolni, vagy aki ezen túl jegyet biztos fog vásárolni, vagy akiből igen. szponzor lesz? Igen. Tehát szerintem ez jó lenne. Jól megy. Jól csinálva jó lenne. Köszönöm szépen. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez volt a Média Viszontlátásra egy hét múlva.